Ez a koronavírus külön kiadásunk második videója, ami most az egyéni vállalkozókhoz szól. Rengetegen dolgoznak egyéni vállalkozóként, vagyis self-employedként, és az eddigi támogatási rendszer nem igazán fedte le őket, nem sok mindenre voltak jogosultak a most kialakult új helyzetben. Ezért volt a hét legfontosabb híre az a bejelentés, amit a pénzügyminiszter tett közzé, ami az ő támogatásukról szól. Ebben a videóban is puskázni fogok, mert hasonlóan fontos pontokat tartalmaz a bejelentés, és nem szeretnék egyet se kihagyni. Gyakorlatilag arról szólt a közlemény, hogy az egyéni vállalkozók profitja alapján is kapnak támogatást az államtól, amit az elmúlt 3 éves profit alapján fognak kiszámolni. Ugyanúgy 80%-ot kapnak meg a havi átlagkeresetük alapján, mint az alkalmazottak, akik nem tudnak a jelenlegi szituációban dolgozni. Azt, hogy hogyan számolják ki ezt az átlagot, azt is közzétették már. Gyakorlatilag a 2016-17-es, 17-18-as és 18-19-es adóév profitját fogják alapul venni. Ezt adják össze és számítják ki belőle a havi átlagot, és ennek a 80%-át kaphatod meg egyéni vállalkozóként, maximum 2500 fontig. Abban az esetben, ha nem voltál még vállalkozó az elmúlt 3 évben, akkor a meglévő időszakot fogják arányosítani ilyen havi alapon. A támogatás feltétele az, hogy valaki már a 2018-19-es adóévben is a vállalkozó legyen, jelenleg is az legyen, és a jövőben is folytatni kívánja ezt a tevékenységet. Gyakorlatilag a rendszer az jelenleg úgy tervezik, hogy júniusra fog elkészülni. Ugye jelenleg az adóhivatalnak először el kell készíteni az alkalmazotti igénylési rendszert, és utána fogja elkezdeni a vállalkozói igénylési rendszer bevezetését. Tehát ebből pénz június előtt nem várható sajnos. A júniusban az adóhivatal közvetlenül fogja megkeresni azokat, akik a rendszerük szerint érintettek. Ezért nagyon fontos az, hogy a kapcsolattartási adataid frissek legyenek az adóhivatali rendszerbe, hogy ezek a megkeresések el is érjenek téged. Nem valószínű, hogy telefonon, SMS-ben vagy e-mailben fognak keresni, hiszen nem tudhatják minden egyes egyéni vállalkozó mobilszámát vagy e-mail címét, viszont a csalások, az ilyen fraud igénylések már elindultak, tehát nagyon vigyázz azokkal a megkeresésekkel, amit SMS-ben vagy e-mailben kapsz, mert az nem az adóhivatal lesz. Abban az esetben, ha valaki még nem adta le a 18-19-es bevallását, de elő volt ez neki írva, akkor most 4 hetet kapott arra, hogy ezt pótolja. Úgyhogy ha ez a helyzet áll fenn a te esetedben, akkor kérlek, keresd bennünket sürgősen, hogy a bevallásodat pótolni tudjuk, vagy add le magadnak, hogy kvalifikáljál erre a támogatási rendszerre. Azok lesznek jogosultak erre, akiknek a jövedelme legalább fele részben a vállalkozásból származik. Tehát, hogyha egyszerre voltál alkalmazott és vállalkozó is, akkor fogsz egyedül kvalifikálni a támogatásra, hogyha nagyobb részben a vállalkozásból származik a jövedelmed. Az is fontos információ, hogy ez a támogatás adóköteles, tehát bevételként fog jelentkezni a te jövő évi bevallásodba majd. Ami fontos, hogy ezzel kapcsolatban most nem kell tenni semmit. Tehát nem kell külön igénylőlapot leadni, online formot kitölteni most. Meg kell várni az adóhivatal jelentkezését, és akkor lehet majd leadni pontosan azon az új igénylési rendszeren, amit az adóhivatal közzé fog tenni. A pénzügyminiszter tájékoztatása szerint ez a rendszer a vállalkozók 95%-át lefedi. De nézzük meg akkor azt, hogy kik tartoznak abba a maradék 5%-ba, akikre nem vonatkozik a támogatás majd. Ugye egyrészt ide tartoznak azok, akik a vállalkozásukat
2019. április 6-a után indították el. Ide tartoznak azok is, akik mondjuk a 2018-19-es évben már vállalkozók voltak, de a jövedelmük nem érte el az 1000 fontot, ezért nem voltak bevallásra kötelezettek, így nincsenek benne a rendszerben, nem volt nekik előírva adóbevallás. Abban az esetben, hogyha valakinek a profitja meghaladja az 50 ezer fontot, vagy az elmúlt 3 éves átlaga meghaladja az 50 ezer fontot, ők nem kapnak támogatást sajnos. Hogyha valakinek nem a vállalkozás a fő profilja, hanem az csak mellék, hobbi tevékenység volt, ő is legalább fele részben nem a vállalkozás adta ki a jövedelmét, akkor ők szintén nem kvalifikálnak. Azok, akik úgymond self-employed-ok, tehát egyéni vállalkozók, de nem self-employed státuszban, hanem egyszemélyes cégként dolgoznak, ők szintén nem ebbe a kategóriába esnek bele, hanem rájuk a Job Retention Scheme fog vonatkozni, amiről az első videóban beszéltünk, úgyhogy a részleteket ott megtalálod. Hogyha továbbra is abba a százalékba tartozol, aki semmilyen kategóriába nem esik bele, akkor az Universal Credit megigénylése marad az egyedüli opciót, hogy támogatást kapjál a kormánytól. És bár az átlagszámításban a 2019-es 20-as év profitja nem tartozik bele, ennek ellenére én mindenkinek azt javaslom, hogy amilyen gyorsan csak tudja, adja le a most záródó adóévének a bevallását, mert egyrészt ezzel frissítheti a kapcsolattartási adatait, így a támogatási értesítést biztosan meg fogja kapni a jó címre. Másrészt az egyik feltétel az, hogy még mindig aktív legyél, és a legjobban a most leadott bevallás biztosítja azt, mutatja azt, hogy te még mindig egy aktív vállalkozó vagy. További előnye annak, hogy most csináld meg, hogy valószínűleg most van erre időd. Tehát amikor ez az egész lecseng, már le fog csengeni, és hamarosan visszaáll minden a régi kerékvágásba, akkor dolgoznod kell, és nem lesz időd a papírok és a könyvelés rendezgetésével. Azt is fontos most tudni, hogy mennyi lesz az az adó, amit januárig be kellene fizetned. Tehát ha valamikor tervezni kell ezekkel a költségekkel, az most van. És hogyha esetleg olyan adókötelezettség jön ki, ami most megterhelő lenne, akkor most van lehetőséged részletfizetésben megállapodni az adóhivatallal az erre külön kialakított helpline-on, a koronavírus helpline-on az adóhivatal felé. És nem utolsó sorban pedig, ugye a mi SZIA bevallási díjaink ilyenkor mindig sokkal kedvezményesebbek, tehát ilyenkor sokat is spórolhatsz azzal, hogyha korán megrendeled az SZIA bevallást. Úgyhogy abban az esetben, hogyha szükséged van az SZIA bevallásod elkészítésére és mielőbbi leadására, arra kérlek, hogy keresd bennünket. Mi dolgozunk folyamatosan. Az irodában mindig van legalább egy ember, aki fogadni tudja a hívásokat, mert mint kiderült, mi könyvelők is keyworkernek számítunk. Tehát dolgozhatunk tovább, és szükség is van rá, hiszen rengetegen keresnek bennünket most. Úgyhogy, ha segíthetünk neked is bármiben, kérlek, keresd az elérhetőségeinket.